Sziasztok, Aradi Detti vagyok, a Gemland Tánciskola tanára. Szeretném nektek bemutatni a Blero Section-t, akik a Bravo Otto díját adó hivatalos tánccsapata. Valami nagyon nagy dologra készültök, most mesélj róla, mi ez? Sőt, több nagy dologra is. Igen, több nagy dolog van így a közeljövőben nekünk. Május 4-én lesz egy jótékonysági gálánk, ez a Dancing Dreams gála, ami egy zenés táncos gála is lesz, rengeteg sztár vendéggel. Ők mind-mind azért jönnek el és lépnek fel a gálánkon, hogy segítsenek nekünk abban, hogy május 14-én kijuthassunk Horvátországba a European Show Dance Union által szervezett világbajnokságra. Április 1-én lezajlott itthon a második Hip Hop International Hungary magyar selejtezője, ahol a Versity korosztálynak a Mind Blero-hoz lett az első helyezettje, így ezzel jogot nyertünk arra, hogy Las Vegasba képviseljük a Versity korosztályt, a magyarokat, úgyhogy augusztusban pedig Las Vegasba megyünk versenyezni. Mennyit kell egy ilyen versenyre gyakorolnatok? Heti hány alkalom és hány órát próbáltok? A versenyes diákok, akik a Mind Blero-ba, illetve a Blero Section-ben vannak, nekik hivatalosan heti két edzésük van velem egy héten, ez a sima órájuk. Ezen kívül más tanárokhoz is bejárnak heti egyszer, és ezen kívül vannak a versenyedzések, ami általában szombat-vasárnapot vesz igénybe, és ez ilyen 4-5 óra szokott lenni. Tehát nekik olyan, hogy péntek, szombat, vasárnap, hétvége, nekik ilyen nincs. Csak és kizárólag azok a diákok lehetnek versenycsoportosok, akiknek a tanulása ezt megengedi. Tehát nagyon fiatalon megtanulták azt, hogy hogyan tudják beosztani az idejüket, hogy jusson idejük a tanulásra is, és szerencsére nekik a tánciskola ez nem csak egy sport, nem csak egy hobbi, hanem nagyon-nagyon nagy baráti közösség is, tehát egyszerre sportolnak és egyszerre vannak a barátaikkal. Hi, this is Jared from 30 Seconds to Mars. Nézzétek! A neon.hu. A neon.hu. Csok. Hello.